Na sziasztok srácok, én Pisti vagyok, és ha mondhatom ezt, akkor vagyok olyan szerencsés, hogy megjelenés előtt kipróbálhatom a Bloody Traplandnek a második részét. Hát remélem, hogy egy pár perc játék után nem fog így szertefoszlani ez a kijelentés, hogy szerencsés vagyok, és nem fogok átokként tekinteni erre a játékra, pedig úgy lesz. Na de, ugye hát a játékot nem kell bemutatnom senkinek, ugye az első rész nagyon sokan ismerik, szerintem csak az nem ismeri, aki nem akarja, vagy aki éppen nem játszott, vagy nem hallott róla, de szerintem ilyen ember alig ha létezik. De esetleg akik ugye nem ismernék, ez egy oldalnézetes, mint így a menüből is látszik, ez egy ilyen oldalnézetes ilyen platformjáték. Adott pár macska, azokkal kell végigjutni a pályán. Csak az a bökkenő, hogy van pár csapda, akadály, nehézség, és pályáról pályára egyre nehezebb a játék, és egyre szopatósabb. Na most én az első részt ugye nem tudtam végigjátszani, meg se akarom próbálni. És van egy olyan érzésem, hogy a második rész is hasonló cipőben fog járni, hogy pár pályát végigviszek belőle, és el fogok akadni, mert egyszerűen nem fogom tudni végigvinni. Hát de akkor szerintem kezdjük is el a játékot. Még nem is játszottam vele, ki se próbáltam, ez az első indításom. A játékból egyébként videót egyetlen egyet láttam, az előzetesét. És én az előzetesből ezt leszűrtem, hogy kurva nehéz lesz, de tényleg. Tehát raktak bele a fejlesztők újításokat, mint például a falon most már le lehet csúszni, ami ugye ismerős lehet ugye a Super Meat Boyból, mert abban is lehetett a falon csúszni lefelé. Valamint ugye ugyanúgy a Super Meat Boyban ugye jellegzetes tulajdonsága vagy képessége volt a kis húscafatnak, hogy falon tudtunk ugrálni jobbra-balra meg fölfelé. Most ebbe is belekerült, ebből adódóan valószínűleg több nehézség elé fog minket állítani a játék. Na, jó van, nem szaporítom tovább a szót, mert már eleget pofáztam. Koncentráljunk oda a játékra, úgyhogy innentől a szájmenés takarékra veszem. Na nézzük, itt van ilyen helyi kaland. Menjünk helyi kalandban. Ennyi? Ó, és itt vannak a macskák. Ugyanazok, mint az első részben voltak. De én azt mondom, hogy menjünk a kék macskával, mert kék a szobám, kék az autóm, barna a szemem. Na, start. Start? Start. Jó. Ó, viszont a térképrendszer ez egy picit megváltozott. És számolj, hogy hányszor haltunk meg? Most ez pályánként, vagy összesen? Na, majd mindjárt kiderül. A-val ugrunk, oké. Xbox controllerre játszom, srácok, nem megérem. Na most így lehet csúszni a falon. Menj már! És így lehet ugrálni is rajta. Na jó, szerintem az első pályában semmi nehézség nem lesz. Ez csak így bemutatja, hogy hogy az irányítás, a kezelhetőséget, hogy hogy kell vele játszani. Na nézzük akkor a második pályát. Ott van egy aranytallér. Hát nézd már a halacskát, hogy ugrál. Ijj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 
kíváncsi vagyok, hogy az mi. Aha. Nem lesz az olyan könnyű. Hello, ugrálj már fel! Ott csak egy... Baszd meg, elfelejtettem, hogy a tüske van. Észre se vettem. Akkor óvatosan. Na jó, azt a tallérkát én ott nem veszem fel, én azt úgy döntöttem, hogy az ott kimarad. Az valahogy nagyon nagyot kell ugrani, vagy én nem tudom, hogy oda milyen jump kell. Hoppá, és hogyha meghalok, akkor visszamutatja így a halálok számát, vagy a halálokat, de jó. Akkor majd az egyik pályát, az biztos, hogy legalábbis... Itt a borsz. Bazza, is beleugrottam az ágyúba! Miért ugrottam bele? És az csak akkor lő, hogyha rálépek? De az a borzott az mi? Az oda be van zárva.
És de jól tükröződik a víz felszín. De komoly. Na még egyet már nem lő. A. Hát a macska nem tud úszni. Ha ágyús csak akkor lő, hogyha rálépek a gombra. Jó, látom, ez a levegőben ugrás, ez megmaradt. Tehát a játék nem lett kevesebb. Aha. Mutatjám a halálokat. Hogy folyik a vér? Azért ez változott. Ja, pályánként mutatja, hogy hányszor haltam meg. Jó. Hát, akkor jött a negyedik pálya. Azok a tüsik ott. Szóval az a tüsi bánt. Hogy ne bántana? Akkor itt óvatos. Mondom, óvatosan! Nem mi ez? Hát jó van, nem tudom miért van ott. Várjál majd, ott van egy gomb. Mi van, ha azt megnyomom? El sem tudok odáig jutni. Azt már most szeretném leszögezni, hogy ez már most nem tetszik a játékban, hogy ő ilyen lassan rak vissza pálya elejére. Ja! Tudom, mi az a gomb. Akkor nyílik ott ki a ajtó. Tehát ebben már vannak ilyenek. Na itt a halál. De jó, rohadtul tetszik. Ötödik pálya. Jó van, haladunk ezzel. Eddig mondjuk nem volt olyan nehéz a játék. Na, ez a Super Meat Boy-os újítás. Első részben viszont villám nem volt. Jó van, túl hamar. Na, itt jussál fel. Szusszanjunk egy picit. Miért érzem azt, hogy itt még lesz valami szopatás? Nem, nincs. Hogy haltunk meg? Ott egyszer. Az egy. Úgy emlékeztem, hogy többször. Na, jött a hatodik pálya. Miért érzem azt, hogy ez már nehezebb lesz? Apró figyelmetlenség, bocsánat. Beverte a fejét. És ha ügyes vagyok, rá tudok odaugrani. Ja nem? Bazd meg! Ilyen sűrűn ugrálnak fel? Ja, mert ott kettő van. Kibaszok velük. Nem, nem sikerült. Várjál, mert ott rá lehet ugrani ott a kis gerendára. Miért nem akartam én arra ráugrani? Anyád! Most én ezzel mit fogok csinálni? Na várjál, megmondom én, hogy mit csinálok vele. Jó, hogy ott is tüske van! A kurva anyádat! Jó, ez nagyon közel volt. Először is itt van valami gomb. Igen. Jó, megvan. Most ott mehettem volna fent is. Jó, itt azért már többször meghaltam. Hetedik pálya. Hú, gyerekek. Bocsánat. Mert át se látom a pályát. Azt látom, hogy ott esik valami golyó. X. Ó, lehet itt csúszni. Na ez is új. Ui. Csak le kell nyomni időben.
Ide nem lehet bemenni. Anyád! Mit csinálsz ott? Víííí! Hoppá hoppá! Ott az ököl! Jó. Hát eddig nagyon tetszik, viszont eddig talán ez könnyebb, mint az első rész. Jaj, az a tüsi. De ez buzi. Na jól van. Elkiabáltam, hogy könnyű a játék. Bakker. A végtelenségig nem tud felugrálni a falon. Ez bátor húzá. Jó, értem én. Na, ezt a bátor ugrást még egyszer már. Ott a tüsire vigyázzunk. Igen. Anyád! És oda még föl kell ugranom, mert ott van valami gomb. Anyádat! Ez a gomb, ez mit csinál? Ez miért? Jó! Meg lehet nehezíteni a többi havernak a dolgát? Következő pályát. Menj már! Nem megy fel. Ja. Még szokni kell ezt a falról ugrálós dolgot. Anyád, az a hülye tüske. Hogy ezért rak vissza a pálya elére ilyen lassan, mert mint hogyha a lelkünk visszavándorolna a pálya elejére. Na jó, tehát ott tüsi van. Tehát arra ne ugorjunk. Megvan a következő pálya is, de királyok vagyunk. A videó végén azért megnézem, hogy hányszor haltam meg. Összeszámolom. 10. pálya. Nem tudom, hogy hány pályát fogok megcsinálni a videó. És ez miért volt jó? Az mi az Isten? Menj már, hogy bosszok vannak benne! Most ez komoly! Ez halál komoly! Ebben bosszok vannak! Az mit tud? Most az elvileg oda-vissza fog... A kurva anyádat! Tudom, mit kell csinálni! Tehát akkor lő az ágyú! Bazd meg! De a kurva anyád! Ki kell lőni az agyát ennek a szarnak. És úgy, hogy közben csapkod.
Hát adj már anyádba! De most komolyan. Ki se tudok menni! Az meddig mozog, addig amíg meg nem halok? Dehogy addig mozog. Az egyszer elmegy oda, aztán vissza, aztán kész. Ó, baszod! Mert boss harc, az feltétlenül kellett bele. És ezt nem tudja leütni? Dehogy nem. A kurva anyád! Esélyem nincsen visszajutni. Várj, ezeket is itt kiütjük. Nem üti ki, dehogy nem. Ja, csak sérül a kő. Na, megkönnyítem én a dolgomat. Ide üssél már. Na jó van, lebontom vele a pályát. Ez lesz a taktik. A pályát bontsd már le, ne az agyamat. Jó. A kurva anyád! Jó, legalább a pálya az már fogy. Utána könnyebb lesz, remélem, átjutni. Hú! Na várjál, csak valamire kíváncsi vagyok. A követ! Jó! Ez úgy lenne jó, hogyha valaki jönne kooperatívban. De nem tudok! Ezt nem lehet megcsinálni egyedül! Hát elkiabáltam, hogy egy picit könnyebb, mint az első rész. A faszt könnyebb! Na várj, és a hordó az nem bántja ezt a faszt? Dehogy bántja a hordó. Viszont a kezét nem lövi ki az ágyú. Nem. A keze az nem sérül. Na jó van. Tiszta vér a pálya. Most ez lesz a taktik, hogy itt felugrunk. Elmész anyádba, még így megbolondulsz? Nem. Ez kurva nehéz. De legalább hadd jöjjek már ki! A kurva anyád! De ne! Ne.
Menj már ki. Menj már! De kurva szádat, hogy... És olyan hány lövés kell az, hogy... Tehát hány lövés kellhet az agyának? Most! Most! És komoly, hogy nem találta el? Ez komoly! És most sem! Hát elmész anyádba! Az a baj, hogyha nagyon hamar visszaérek, akkor három lövés... Az elfogy, mire odaérne az agya alá. Találd már el! Nem, 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 nem. Pedig addig rohadjak meg, nem kellek... Fel a gép elől, amíg nem sikerül! Most! Lőjjél! Azaz! Na, még egyszer vagy két... Szer, bazd meg! Baszódj már meg! Hát mi az, hogy nem tudok onnan kijönni? Meghaltál. Három lövés kellett bele, és a franc se tudja, hogy hány percet itt szoptam vele. Hello! De azért még agyon nyomott a halála után. Az muszáj volt. Na, nézzük, hányszor haltam meg. Geci, mint a tűzi játékot néznék. Ja, hogy ez zárt béta. Aha. Tehát ez zárt béta volt, értem. Tehát több pályát nem is tudok megcsinálni. Mert ezek meg le is vannak zárva. Tehát akkor mondhatom magam szerencsésnek, hogy kaptam zárt béta kulcsot Steamen. Aha. Akkor a véleményem nem változott a videó eleje óta, szerencsésnek érzem magam, hogy megjelenés előtt kipróbálhattam a játékon, mert ezek szerint nem mindenki fér még hozzá, mert ez lehetett volna ingyenes is, vagy ugye egy nyílt béta, de nem, ez zárt. Nézzük csak, hányszor haltam meg a tizedik pályán. 43-szor, geci! 43-szor haltam meg az utolsó pályán, akkor 43, 44, 50... 51 57
58, 62, 64, 65. 65-ször haltam meg a 10 pálya alatt. Tehát akkor bátran kijelenthetem, hogy ez a második rész, ez nehezebb, mint az első. Na jó van, srácok, ennyi lett volna Bloody Traplandnek a második része, legalábbis annak a bétájának a végigjátszása. Ha szeretnétek, hogy végigjátszom majd a teljes játékot, akkor jelezzétek felém ezt kommentben vagy Facebookon, ugye, ahogy majd kiposztoltam a videót. És hogyha azt szeretnétek, akkor végigjátszom, illetve megpróbálom. Na jó, srácok, elköszönök tőletek, sziasztok! Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára, és ne feledjétek, illetve mondhatnám azt, hogy ne feledjétek, de ezt most fogom közölni veletek. A mai nap folyamán elindítok a csatornán egy új sorozatot. Remélem tetszeni fog nektek, én a játékkal játszottam már, megvettem, rohadtul tetszik. Annyit elárulok, hogy lopakodós játék lesz. Sziasztok!